Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai adásnapját látják. 2 év kihagyás után újra díszmadárbőrzének adott helyet a Móricz Zsigmond Művelődési Központ. Napi aktuál rovatunkban erről láthatnak összefoglalót, illetve arról, hogy hogyan változik a kompetenciamérés rendszere az iskolákban. Ha a szerda, akkor paletta, kulturális magazinunkban lesz könyvajánló, színházi előadás, folytatódik az Arcképek Szentesről sorozat dr. Vörös Gabriella régész múzeológussal, illetve a Kródi felolvasóest 2 darabjával is megismerkedhetnek. Sokfelé jártunk az elmúlt napokban, ezt tartalmazza a mai közel 1 órát felölelő műsorajánlatunk, melyhez nincs is más hátra, csak az, hogy jó szórakozást kívánjak. A Szentes Televízió napi aktuál rovatát látják. Események, melyek az elmúlt napokban zajlottak adáskörzetünkben. 2 év kihagyás után ismét madárcsicsergéstől az emberi hang utánzásától volt hangos a Móricz Zsigmond Művelődési Központ, hiszen díszmadárbőrzét tartottak. Ezentúl a 4.-11. osztályig minden évfolyamban felmérik a diákok tudását, matematika, szövegértés és természettudomány tantárgyakból. Erről kaptunk tájékoztatást a Kisbálint Református Általános Iskolában. A Szentesi Móricz Zsigmond Művelődési Központban a Szentesi Díszmadártenyésztő Egyesület 2 év után ismét megrendezte a korábban már hagyományossá vált díszmadár kiállítást és bőrzét. A díszmadarak olyan kedvtelésből, általában különböző kereszteződésekkel kitenyésztett fajták, fajok, amelyeket az ember a szépségük, a hangutánzó képességük, az énekük vagy bizarr kinézetük, illetve más érdekességük miatt ejt fogságba és tart vagy tenyészt. Egyes fajtái a szabad természetben általában nem fordulnak elő. A 3 napos rendezvényen az érdeklődők meghallgathatták Katona Mihály, Kemel István díjas madárkutató előadásait Magyarország érdekes tenyésztett és vadmadarairól, valamint a fecskék létszám csökkenésének okairól. Hát az elmúlt 2-3 évben nem nagyon láttunk madárkiállítást, mi történt? Hát az az igazságos dolog, hogy a Covid is, meg a madárinfluenza is fölváltva akadályoztak bennünket, úgyhogy most van egy olyan, ez is inkább tenyész szemle csak, tehát azért próbáljuk összeszedni az embereket. De ott is van gond, hogy fiatalok nem nagyon jönnek. Akkor ezek szerint újra kell építeni most az Egyesületet? Hát igazából igen, próbálni kell kicsit népszerűsíteni a madarászatot, mert azért nem csak a Covid meg a madárinfluenza, hanem a gazdasági helyzet is belejátszik ebbe egy kicsit. Hát igen, a fenntartási költségek gondolom azok megnövekedtek. Igen, meg az az igazság, hogy fajták vannak, amik most már nehezebben érhetők. Tehát ezelőtt mondjuk 5-10 évvel, ha kiesett valamilyen madár, akkor az könnyebb volt pótolni sokkal. Több ember tartott, több madarat. Akkor így. És akkor beszélgessünk egy kicsit a szervezeti életről. Ugye korábban beszélgettünk egy kicsit, azt mondod, hogy ez a 3 évet betett magának az Egyesületnek is, vagy szakkörnek is. Hogy álltok most? Hát igyekszünk talpra állni, mint ahogy sok mindenki más. És akkor majd meglátjuk, hogy sikerül. Régebben közel 30 fő volt itt a tagság, most mennyi lehet körülbelül? Most 25-en vagyunk pillanatnyilag. Szentesiek, Szentes környék? Is, tehát azzal van inkább gond, hogy fiatalok nincsenek. Én Szentesiek közül én vagyok egyedül. Most nagyon szép lett a kiállítás, ugye 1, 2, 3, 4, 5 sorban, meg a végén is van egy keresztsor. Hány madarat, hány fajtát láthatunk? Hú, hát ezt így nehéz megmondani, az előre kellene szedni az irodalmat, de... Több százról van szó. Hát igen, meg ugye a papagájoknál is vannak olyan fajták, amik a tenyésztők közt is négyszerűek, de mondom, most ezt külön kell választani, mert egzótások meg papagájosok vannak. Tehát amikor beszélünk ezekről a madarakról, akkor hogy az aprók, az egzóták, ezek a kis énekes madarak? Hát olyan, tehát méretűleg, akkor úgy mondom inkább, hogy tehát 12 gram körülbelül, tehát ez az egzóta, és akkor a papagájok ugye az egy másik kategória,
Az nagyon sok fajta van, azt látom. Az is, de egzóta is van egyébként, igen. Sokféle, csak... Tehát annak ellenére, hogy az kisebb madár nehezebb tartani, mint a papagáj. Tehát a papagájnak azt hiszem, hogy könnyebb olyan körülményeket teremteni. Meg a papagájuk talán tovább is élnek? Igen, tehát van irodalom író arról, hogy például Rosella papagáj 30 éves koráig költött. Ezek a kis énekes madarak, ezek a 12 grammos kis madarak pedig akár 1-2 év az végig. Ez körülbelül olyan 3-5 év, tehát a nagy átlag az az. De én, nekem volt olyan kanárium, ami 11 éves volt, tehát ez se jellemző. Milyeneket tenyésztesz? Én, nekem egzótáim vannak, tehát én kis, én azt szoktam mondani, hogy minél kisebb, annál kedvesebb. Minden évben szoktam jönni kétszer-háromszor, tartok itt előadásokat, voltam már a könyvtárban előadást tartani, van itt egy ilyen madármentő állomás, ott is tartok előadásokat, szoktam ide jönni, igen. Mivel foglalkozik? Én már most nyugdíjas vagyok, a Kunszentmártoni Városgondnokság igazgatója voltam 12 éven keresztül, és közben pedig madaráztam. Most 55 éve pontosan, hogy kutatom a madárvilágot. Milyen madarakkal foglalkozott? Hát tulajdonképpen itt, ami van 380 madárfaj, azt általában majdnem mindent megfigyeltem. Sőt, 30 éve a madaraknak az életével foglalkozok, és ez már jobban érdekel, mint az, hogy megszámoljam. Hát természetesen most is számoljuk a madarakat, de azért most már jobban érdekelnek a viselkedés, tannal foglalkozok inkább. Nagyon sok ember készít odukat, eteti télen a madarakat. Jó dolog ez? Jó dolog, igen. Én nekem is van egy madárbarát kertem. 16 darab odú van elhelyezve, aztán van vagy 4-5 itató. Hogyne? Hát ezzel meg tudjuk menteni a madárállománynak egy nagyobb részét azért. Van-e üzenete a mai gyerekeknek, fiataloknak? Hiszen kisgyerekkorában minden ember szereti a madarakat, aztán később valahogy ez megfordul. Igen. Főleg az volna a lényeg, hogy ilyen előadásokon vegyenek részt, ugyanis a fiatalok nagyon fogékonyak. Ezt én tapasztalatból mondom, az ország nagy részén tartok előadást, sőt, most már kikerültem ugye a határokon túlra is előadást tartani, és kérem szépen, megéri, mert nagyon fogékonyak, és most kéne rávezetni a fiatalságot a természetnek a szeretetére, benne a madaraknak a megóvására és megbecsülésére, főleg óvodáskorba elkezdeni. Én tartottam óvodában folyamatosan ilyen előadásokat, és kérem szépen, olyan kérdéseket kaptam az óvodásoktól, hogy meg kellett gondolnom, hogy mit mondjak rá. Igen, én egyébként az óvodásokat is felnőttként kezelem, és hát vannak kérdéseik, aranyosak. Itt most a madarak neveiről, érdekességéről tartok előadást, hát van vagy 80 olyan madár, ami nagyon érdekes, és ez nagyon érdekli a fiatalságot is, és hát maga az embereket is érdekli ezek. Nagyon érdekes madarakról tartok most előadást itt. Hogy lesz egy emberből madárszerető, vagy díszmadártenyésztő? Én megmondom az őszintén, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a madarászás egy betegség. Ez csak azt tudja, aki madarászásra foglalkozik, aki nem csak képeken akarja látni, hanem érezni is. Ezzel vannak. Ez egy olyan hobbi, ami költséges, de viszont szép. Szép eredményeket lehet elérni kiállításokon, hogyha zsűriznek, díjazzák a madarakat. Szóval meg egy hatalmas barátságnak az ország minden részéről kezdett el ugyanúgy. De azért ez egy komoly felelősség is, nem? Persze. A faj fenntartás szempontjából is, a madaraknak a tenyésztése is, meg minden napi rutin vesz igénybe. Különböző fajtájú madarakat tenyésztenek a tenyésztők, te melyiket pártolod?
Hát én megmondom őszintén, nekem vannak ott a hullámos papagájaim, törpapapagájaim, kétfajta rózsás, fiseri törpapapagáj, akkor vannak otthon ninfapapagájaim, barátpapagájaim, meg van három kéksárgara papagájuk. Akkor itt nem egy-két madárról van szó? Nem. Itt majdnem 100 madárról van szó. Megváltozik országos szinten a kompetenciamérések rendszere az iskolákban. Ezentúl a 4-11. Osztályig minden évfolyamban felmérik a diákok tudását matematika, szövegértés és természettudomány tantárgyakból. Ezekről a változásokról tartottak előadást dr. Tóth Edit és dr. Hódi Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Tudományegyetem képességfejlődés kutatócsoport munkatársai a Kisbálint Református Általános Iskola dísztermében. Az iskola elmondhatja magáról, hogy minden mérés során jó eredményeket értek el eddig, ezt a továbbiakban is szeretnék fenntartani. A Kisbálint Református Általános Iskolában állunk most a díszteremben, ahol egy igazán érdekes előadásra fog sor kerülni. Miről is fog szólni ez az előadás, pontosan miért van rá szükség? Az előadás a rendszer szintű mérésekről fog szólni, ami más szóval a kompetenciamérések tárgyában készítettük elő ezt az előadást, ugyanis hát évelején szembesültünk azzal, vagy hát már a nyáron mondjuk, szembesültünk azzal, hogy egyre több mérés bevezetésre kerül. Eddig ugye 5-6-8. Évfolyamon szövegértés, matematika, majd jött a természettudományos mérések. Ettől az évtől kezdve már 7. évfolyamon, illetve korábbi évfolyamokon is lesznek bemeneti, illetve kimeneti mérések. Tehát igencsak megnőtt ezeknek a száma, és úgy gondoltuk, hogy ezekről nem elég eleget tudni, hogy miért is fontosak ezek a mérések, mire jók, ami haszna van az embereknek, valamint a tanároknak, diákoknak, egyáltalán a társadalomnak milyen haszna lehet, és hogyan kell ezekre ugye készülni. Tehát sokféle tévképzet is van ezzel kapcsolatosan, és arra gondoltunk, hogy olyan előadókat hívunk meg, akik ebben a témában szakemberek, kutatási területük a rendszer szintű mérés, a rendszer szintű mérések, és ők fognak most egy tájékoztatót adni nekünk általában a mérésekről, a mérések fontosságáról, és eredményeiről, tapasztalatairól, amik már itt az elmúlt években összegyűltek, úgyhogy várjuk ezt az előadást, remélhetőleg sokat fogunk tanulni belőle. És ha már az előadók, akkor ki a két előadó, kikről van szó? Dr. Tóth Edit és dr. Hódi Ágnes, ők a Szegedi Tudományegyetem kutatói, és ők mindketten a kompetencia mérésekkel, illetve a rendszer szintű mérésekkel foglalkoznak, ez a kutatási területek, tehát abszolút szakemberek a témában. Egy utolsó rövid kérdés, így a végére az iskola az ilyen kompetencia mérésekben milyen eredményeket szokott elérni, így átlagosan? Hál' Istennek, büszkén mondhatjuk azt, hogy igen jó eredményeink vannak hosszabb távon, tehát visszamenőlegesen, és remélhetőleg az elkövetkezendőkben is tudjuk ezt a szintet, vagy még jobb szintet tartani. Nem panaszkodhatunk, nyilván sok munka van mögötte, és majd az előadásokból is feltétlenül ki fog derülni, hogy ez nem csak a magyar tanárok és a matematika tanároknak a dicsősége, hanem mindenkié, tehát az első osztálytól egészen 8-ig. Ebben mindenkinek a munkája benne van, és benne kell, hogy legyen. A 2022-23-as tanévben az országos kompetencia mérésben nagyon sok változással találkozhatunk. Az egyik ilyen fontos változás, hogy a tanulók
köre, akiket a kompetencia méréssel vizsgálnak, kiterjed. 4-től 11. évfolyamos évfolyamig vizsgálják a tanulók tudását különböző képességterületeken, így szövegértés, matematikai gondolkodás, illetve természettudományos gondolkodás területén. Persze nem minden évfolyam érintett mindegyik területben. Ezt kiegészítve nagyon fontos változás, hogy most már minden mérésben résztvevő évfolyam digitális platformon, egy elektronikus mérési platformon fogja megoldani a feladatokat. Tehát tulajdonképpen ezért is kapta ez a mérési ciklus a digitális mérések 2022 nevet, ez is egy nagyon-nagyon fontos változás. És arra a kérdésre, hogy miért is fontos, hogy most a mérésben résztvevő évfolyamok köre kibővült, az lenne a válaszunk, hogy tulajdonképpen a negyedik évfolyam végére egy szakaszzáróhoz érkeznek a gyermekek az alapfokú tanulmányaikba. Nyilvánvalóan ez az életkori szakasz, ez az a fejlődési szakasz, amikorra már a legtöbb képességnek, készségnek olyan mértékben fejlettnek kell lennie, olyan optimum szintet kell elérnie a fejlődésnek, amely már lehetővé teszi azt, hogy később a felső évfolyamokon egyre összetettebb gondolkodási műveleteket végezzenek, egyre összetettebb szövegeket olvassanak, és egyre több jellegű matematikai műveletet oldjanak meg. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a szakasz zárásaként is képet kaphassuk arról, hogy a gyermekek milyen fejlettségi szinten rendelkeznek, többek között szövegértés és matematika területén is. Régen egyébként volt már egy ilyen szakaszzáró mérés, erről Edit fog tudni beszélni. 2012-ig volt egy ilyen mérési program az oktatási rendszerünkben, ami aztán az iskolák lehetőségévé vált ennek a mérőeszköz csomagnak a felhasználása a tanulók első 4 év folyamon szerzett tudásának vizsgálatára. A mérési programmal kapcsolatban még annyit mindenképpen kell mondanom. A mérésnek egy újdonsága, hogy 2 mérési szakasszal is szakaszt is bevezettek, egy úgynevezett bemeneti és egy kimeneti mérést is, tehát a tanulók különböző évfolyamokon pont mától, szeptember 26-ától november 30-áig vehetnek részt a mérésben, vagy kell részt venniük a mérésben, illetve lesz egy tavaszi mérési ciklus is, ahol pedig tanulók kimeneti, tehát adott év végén, vagy azt a tudást méri, amivel az adott év végén rendelkeznek. Ezen napi aktuál rovatunk végére értünk. Reklámokkal folytatódik műsorunk, majd szerda lévén kulturális magazinunk a Paletta nyílik ki. Maradjanak velünk továbbra is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Valósághű élmény az eddigi legjobb hálózatunkon. Vodafone 5G. Este találkozunk. Szeretlek. Egy erősebb kapcsolat az erős kapcsolatokért. Together we can. Vodafone. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged.
Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A Szentes Televízió kulturális magazinja jelentkezik, palettánk tartalomjegyzékéből. Dr. Vörös Gabriella, címzetes egyetemi docens, régész, múzeológus tartott előadást a Szentes Városi Könyvtárban Utazás a szarmaták világába címmel. A Tóth József Színház és Vigadó őszi évadjának az első felnőtt bérletes előadása a Furcsa pár női változata volt. A Szentesi Művelődési Központ Togásli galériájában rendezték meg a Kecskemétről érkező Szitár Éva festőművész képeiből készült Festett szavak című könyvének bemutatóját. A Szentes Városi Könyvtárban a Krúdi felolvasó esten Alex Mihaelides, Néma tanú és Szabó Dezső Feltámadás kukucskán című művekből hallhatott részleteket a közönség. Dr. Vörös Gabriella, címzetes egyetemi docens, régész, múzeológus tartott előadást a Szentes Városi Könyvtárban az Együtt Szentesért Egyesülettel közös szervezésben Utazás a szarmaták világába címmel az Arcképek Szenteső programsorozat keretében. Dr. Vörös Gabriella 8 évig volt a Szentesi Kosta József Múzeum igazgatója, nagyon fontos kutatási területének tartotta a római kori Kárpát-medence területén a szarmaták által benépesített homokhátságot. Az érdeklődők sok érdekes dolgot megtudhattak arról, a Fekete-tenger északi részének környékéről ideérkezett nomád népcsoportról. Az ásatások során előkerült használati tárgyak, ékszerek, fegyverek, csontvázak nagyon sok információt tartalmaztak az értőszemnek. Hogyan lesz valakiből egy régész, egy kutató, egy pedagógus? Kislánykorában már ez volt az embernek az elképzelés? Hát édesapám tanító volt, egy tanyai iskolának volt a, úgy mondták akkoriban, hogy igazgató tanítója, tehát két tanterem volt az alsó, négy osztály, egy tanítónéni tanította, édesapám pedig 5-től 8-ig mindenféle tantárgyat tanított, úgyhogy ez egy egészen különleges világ volt, és igen, hát ez egyértelmű, hogy apámnak a hatása. Tehát amikor fölvételiztem Szegeden az egyetemre, akkor magyar nyelv és irodalom és történelem szakra jelentkeztem, föl is vettek azonnal, és hát 3 év múlva fertőzött meg a régészet, mert elkezdtem járni ásatásokra, és először még úgy átgondolkodtam is, hogy ezek a régészek, hogy hát nem szeretnék régész lenni, aztán valahogy beszippantott a dolog. Hóban, sárban, hóban, napsütésben, porban. Az az igazság, hogy az még egy egészen másfajta világ volt, ugyanis mi tavasztól őszig ástunk, sőt, még az én időmben, amikor Szegeden voltam múzeumigazgató, akkor is olyan szerződéseket kötöttünk, hogy november 15-e után nem megyünk terepre. Hát ennek most már vége. Ugye, és miért pont ezt a korszakot választottad, illetve volt más is?
bármilyen korszak a rendelkezésünkre áll természetesen. A szarmatakor, tehát az Alföld római kora azért volt nekem nagyon vonzó, mert ezzel senki nem foglalkozott. Gyakorlatilag ez az időszak nagyon elhanyagolt volt, bár 500 évig tartott, ugye időszámításunk szerinti elsőtől az 5. századig, tehát még a hunokat is túlélték a szarmaták, úgymond, ami azt jelenti, hogy 5. század közepéig itt vannak az Alföldön. Nagyon kevesen foglalkoztak a témával. És hát úgy gondoltam, hogy itt van keresnivalóm, és igazam is lett. Mit kell tudni a szarmatákról? Hát gondolom az is bevándorló nép volt, nem őslakos volt, ők is jöttek valahonnan. Pontosan, tehát a Kárpát-medence nem azt mondom, hogy egy átjáróház volt, hanem inkább, hogy a népeknek a gyűjtőhelye. Tehát nagyon vonzó hely volt a Kárpát-medence, most is az természetesen. Az éghajlata miatt, a vízrajza miatt, a természeti adottságai miatt. Úgyhogy északról, délről, főként keletről és nyugatról jöttek különböző népek. Így az időszámításunk szerinti első század legelején bevándorolt egy keleti nomád nép a Fekete-tenger északi vidékéről, és letelepedett a Dunától keletre. És ugyanakkor a Dunántúlon pedig a rómaiak vetették meg a lábukat. Hát tulajdonképpen akkor ez az Alföld volt az ő területük, vagy azért még a hegyvidékekig elmentek, a Kárpátokig? Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert tökéletesen így van, hogy csak az Alföld érdekelte úgymond őket, aminek nagyon egyszerű a magyarázata, hiszen hát ahonnan jöttek, ugye ott se voltak hegyek, hát ez a nagy dél-orosz cseppevidék, ahol nomadizáltak, és hát az Alföldön otthon érezték magukat, nagy állatállományuk volt, de természetesen növénytermesztéssel is foglalkoztak, de voltak kovácsaik, ötvöseik, önellátóak voltak. És akkor térjünk vissza egy kicsit hozzád, mert azért elég színes életed volt, legalábbis amit én tudok, az is elég sok. Azért úgy néhány mondatban említsük meg a nagyobb állomás helyeket. Hát bevallom őszintén, hogy rövid időszak volt, de a szívemhez nagyon közel áll, hogy amikor elvégeztem az egyetemet, egy évig tanítottam a Tömörkény István gimnáziumban. Ez azért volt nagyon fontos, mert ezt követően szinte azonnal elkezdtem tanítani az egyetemen, először mint óraadó, aztán tanársegéd, adjunktus, és hát most is ott dolgozom, mint szintletes egyetemi docens. Pedagógiai szempontból, módszertanilag ez az év, ez meghatározó volt. És hát ugye közben jöttek a múzeumok, Szentes volt a leghosszabb és a legszebb időszak, ugye 1981-ben jöttünk ide Szentesre, és hát 16 évig voltam itt múzeumigazgató, de több mint 20 évig laktunk, hiszen ingáztam Szegedre, ugye 8 évig voltam a Szegedi Múzeumnak, illetve a Megyei Múzeumi Szervezetnek a vezetője, az igazgatója, és aztán pedig az egyetemen maradtam, és ma is ott vagyok, hál' Istennek. És akkor óhatatlan, hogy ne beszéljünk a családról is, hiszen a család is meglehetősen ismert volt itt Szentesen. Hát Rózsa Gábor, életem párja, gyermekeim apja, ő tényleg sokkal ismertebb volt és népszerűbb, mint én, mert ő egy olyan egyéniség volt. Meg egy megjelenésébe is. Hát pontosan, úgyhogy, és nagyon-nagyon jól tudott kapcsolatokat teremteni. Tehát ő mélyfúrásokat végzett Szentesen, és ő kiváló helytörténész lett, és amellett még nagyon sok minden mással is foglalkozott, képzőművészettel, térképtörténettel. Nagyon-nagyon színes egyéniség volt, és nagyon sokféle volt az érdeklődése. Hát többek között a régészet iránt is elkezdett úgymond érdeklődni, és hát így kerültünk mi össze. 3 gyerekünk van, a legnagyobb Valentina, ő középiskolai tanár, agrármérnök egyébként, a középső programtervező matematikus Bálint, és a legkisebb Márton, ő pedig agykutató lett. Hát a régészethez semmi közük. Rengeteget jártunk annak idején múzeumban. Éppen azért, hogy a gyerekek ilyenkor szerintem óhatatlan, hogy azért az édesanyjuknak a hobbiát, vagy foglalkozását, vagy hivatását azért valamennyire átérzik. Egyáltalán nem így van, tehát ez nálunk nem így volt. Szegény gyerekek ugye évközben jártak velünk ásatásokra. Nyáron elmentünk nyaralni, és hova mentünk nyaralni, hol laktunk. Természetesen múzeumi vendégszobában laktunk, és hova jártunk legtöbbet?
múzeumokba. Nagyon-nagyon sok múzeumban voltak a gyerekeink, úgyhogy úgy gondolom, hogy ők inkább az élet egy másik aspektusát gondolták fontosnak, és azt választották, tökéletesen megértem őket. És Szentes környékén is végeztetek ti kutatásokat, gondolom a múzeumban is találhatok erről a dokumentumok, esetleg tárgyak. Mi volt a legszebb ajándék, amit kaptál? Hát elég sok ásatást végeztünk, ugyanis egy vidéki régésznek az a dolga, hogy a legkorábbi időszaktól, tehát a neolitikumtól kezdve egészen a középkor végéig kutasson. Tehát itt nem lehet válogatni, hogy én csak szarmatákat ások természetesen. A többit visszatemetem. Szóval nem jött, és hát nem is volt akkoriban segítség, hogy most akkor valaki kijön és kiássa nekem mondjuk a neolit teleprészletet, vagy a szegvári lelőhelynek a szelvényeit. Szóba nem jött természetesen, mindent ki kellett ásni. A legnagyobb és legfontosabb ásatásom Nagymágocson volt, 5 éven keresztül, egy késő szarmata falut tártunk föl, és hát a másik Szegvár, ahol évszázadokat átívelő ásatásokat vezettünk. Ott gyakorlatilag az őskörtől kezdve szinte a legújabb korig minden volt. Ez gyönyörű munka volt. Ezek az ásatások azért nem viselték meg a családi életet? Hiszen ilyenkor azért ki kell költözni oda, és akkor, hogy is mondjam, nem mindig van együtt a család. Együtt voltunk, mert valóban kiköltöztünk. A gyerekek ott jártak óvodába, bölcsödébe. Nyár volt, tehát iskolában nem kellett beiratni őket se Nagymágocson, se Szegváron. És aztán munkaidő után meg nagyszerű közös programjaink voltak. Tehát én szerintem mi tökéletesen összetudtuk illeszteni a hivatásunkat a családi élettel. Hogyha valamit szeretnél üzenni az embereknek, akkor mi lenne az az üzenet, amit ebben a témakörben szeretnél átadni? Azt üzenem mindenkinek, hogy maradjon élete végéig kíváncsi. Ez lehet kíváncsiság a régészet iránt, lehet a szarmaták iránt, egymás iránt, múltunk iránt. Ez borzasztóan fontos, mert a kíváncsiság az embernek a legfontosabb tulajdonsága szerintem. Az egyik legfontosabb tulajdonsága, ez viszi előbbre. És a világnak a mozgató rugója. A világnak a mozgató ereje a kíváncsiság. Ennek köszönhetünk rengeteg felfedezés, technikai újítás. Hát most gondolj bele, hogy amiben most térünk, az egyszerűen fantasztikus, ami zajlik, hogy az ember nem úgy vetít, mint ezelőtt 30 évvel, hogy vetítőgépről csak bedugja a pendrive-ot a számítógépre, és már is peregnek, azonnal peregni fognak a képek. És akkor egy ilyen érzelmi kérdés, hogy elkezdesz ásni, sejted, hogy ott van valami, és találsz valami ritkaságot, akkor milyen érzés? Tudom, hogy találni fogok valamit, hiszen nagyon komoly előmunkálatok kellenek ahhoz, hogy az ember ki tudjon, vagy ki akarjon, vagy ki kell, hogy menjen egy ásatásra. A kíváncsiság a legfontosabb, és hát minden ásatás egyfajta a vizsga is, hogy vajon az ember hogy tud helytállni, mert egyetlen egy lelőhely sem hasonlít a régire. Vagy hasonlít, de nem tökéletesen ugyanolyan, tehát nagyon észen kell lenni. Mert amit az ember kiás, azt már soha senki nem fogja újra kiásni, tehát nagyon nagy a felelősség. De ez egyfajta játék is, kirakosgatni azokat a maradványokat? Ó, hát persze. Hát persze, ugye mindig előbbre haladunk. 100 évvel ezelőtt a szarmatákról is sokkal kevesebbet tudtak, mint manapság, vagy amit én most el fogok itt mondani. Hát hogyne, ez a tudomány, ez a jövő tudománya olyan értelemben, hogy itt mindig lesz munka. A Kárpát-medence, ugye mint mondtuk, a népeknek a gyűjtőhelye, a népeknek a temetője. Ahogy mondta az egyik kollégám, hogy a magyar alföld egy hatalmas szarmatafalu. Itt akárhova megyünk, mindenütt találunk szarmatákat. Természetesen mindent nem fogunk föltárni, de törekszünk azért rá. Terveid, céljaid? Kapok felkéréseket. Most jelent meg 2022-ben egy könyvem. A Kiskolasi Múzeumtól kaptam egy felkérést. Ott 5 éven keresztül kutattam, és a teljes szarmatagyűjteményt feldolgoztam egy nagyon-nagyon szép kötetben. A Martin Opitz kiadó adta ki. És hát újabb és újabb
cikkekre kérnek föl. Most is van 2-3-4 téma a tarsolyomban, és hát ami csodálatos, hogy a tanítványaimmal együtt dolgozhatok. Tehát vannak közös témáink. Most éppen 2 témában dolgozok együtt a doktoranduszommal, a volt tanítványaimmal. Megyünk Békés Csabára épp a jövő héten a Magyar Nemzeti Múzeumban, folytatódnak a munkálatok. A Tóth József Színház és Vigadó őszi évadjának az első felnőtt bérletes előadása a Furcsa pár női változata volt. Nils Simon színdarabját, amelyet eredetileg férfi változatban írt meg, Katkó Ferenc rendező dolgozta fel a Békés Csabai Jókai Színházban. A főszerepekben Kovács Edit Jászai Mari díjas színésznő és Fehér Tímea voltak. A darab 2 barát kapcsolatáról szól, az egyikük éppen válik, és nincs hol meghúznia magát, így a barátnőjéhez költözik oda, de a bonyodalmak csak itt kezdődnek, hiszen az egyikük pedáns és hipohonder, míg a másikuk életvidám és rendetlen. Ez a furcsa kapcsolat garancia volt a sok nevetésre és humorra, amiből tényleg nem volt hiány az előadás során. Nils Simon furcsa pár női változat lesz most itt látható a színháznak a színpadán, ahol ön játssza a főszerepet. Mit lehet elmondani az ön szerepéről? Mennyire áll közel a személyiségéhez? Mennyire okozott nehézséget, vagy egyáltalán nem okozott nehézséget? Hát ez egy nagyon összetett szerep tulajdonképpen, annak ellenére, hogy, vagy éppen azért, mert hogy vígjáték. És nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy a vígjáték az ilyen könnyed kis szórakozást jelent, és természetesen azt is kell, hogy jelentse egy néző számára az előadás. Viszont ahhoz, hogy ez valóban izgalmas legyen, ahhoz nagyon pontosan föl kell építeni egy-egy karaktert. Az én karakterem az egy olyan nő, akinek minden a munkája. És azt helyezi az első sorba, és onnantól kezdve minden másodlagos, és az, hogy mekkora rend van az ő lakásában, az egyáltalán nem érdekli. Tehát nem egy tipikus háziasszony figura, és hát ezt lehet is látni, nyomon követni a darab elején. És hát az is nyilvánvalóvá válik a végén, hogy azért én is változok majd valamelyest ebből az attitűdből. Hogy mennyire állt hozzám közel, én nem vagyok rendmániás, de szeretem a rendet. Valahogy azt vettem észre, hogyha rend vesz körül, nem ilyen élére vasalt minden, meg nagyon kockára állított dolgok, de hogy alapvetően rend van körülöttem, akkor valahogy a belső világom is egy kicsit rendezettebb, tehát hogy jobban megtalálom magamhoz a hangot, és kicsit nyugodtabb, rendszerezettebb gondolataim vannak. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból szükséges a rend. És hát ez a lány, ez a nő egyáltalán nem. Úgyhogy volt olyan a próbán, amikor megálltunk, és valamit mondott a rendező, és ugye elkezdtem szedegetni a holmikat a földről, és akkor rájöttem, hogy ja, ez most nem az én karakterem, úgyhogy... Tehát, hogy alapvetően más, de sok minden olyan pontot találtam az Olív és köztem, ami kiindulási pont volt ahhoz, hogy el tudjak indulni ebben a próba folyamatban. Már a rendezőt említette, mit lehet elmondani Katkó Ferencnek a munkájáról? Ugyebár ez egy férfi változat, tehát férfiak játszanak az első számú fő szerepekben. Most ez mégis egy női változat.
Jók az ilyen átírt darabok, hogy férfi változatból női változatot is lehet csinálni? Annyira sikeres volt a férfi változat, hogy úgy gondolta a szerző, hogy megcsinálja ezt női változatként is. Nagyon sok mondat visszaköszönt, tehát hogy szinte ugyanazokat mondjuk mi is, mint a férfi változatban. Azt gondolom, hogy miután ez férfiakra íródott, tehát valahogy egy kicsit úgy érzem, hogy a humor forrása, az most konkrétan az én szerepemben, az egy férfi, hogyha egy férfi játssza ezt a szerepet, akkor azt jobban elfogadja a néző, hogy trehány, hogy valamit nem úgy csinál, hogy... De egy nő... Tehát, ott azért vigyázni kell, tehát nem lehet visszataszító ez az olíb, mert akkor senki nem akarja két óra hosszán nézni ezt a nőt. Tehát, hogy meg kellett találni azokat az arányokat, amivel még ez a karakter felmutatható, ugyanakkor nem vált ki elutasítást a nézőkből. Rengeteg fajta tulajdonságú karakter lesz fönt a színpadon, és ez talán már biztosíték arra, hogy tényleg jól fognak szórakozni a nézők. Hát nagyon reméljük. Békés Csabán hál' Istennek szeretik a nézők, úgyhogy remélem, hogy itt is meg tudjuk nevettetni a közönséget, és remélem, hogy egy kicsit vidámabban és kicsit kisimultabb lélekkel mennek el a színházból, mint ahogy beültek. Mit lehet elmondani Néz Szálmonnak a regényéről? Milyen színmű készült belőle? Ez a furcsa pár női változat, ilyen címen fut a színdarab. Igazából először is, hogy ezt eredetileg egy férfi változatban írta meg, ugyanaz a történet, csak férfiak a szereplői, és aztán jó pár évvel később megírta ezt a történetet nőkre is. A történet röviden dióhéjban arról szól, hogy van egy baráti társaság, női baráti társaság, rendszeresen találkoznak, társasjátékoznak, és az egyik tagja a társaságnak az egyik alkalommal késik, várják. Közben kiderül, telefonon kapják a hírt, hogy a nő valószínűleg lelki problémákkal küzd, hiszen válnak a férjével, tehát eljut otthonról, és hát ezzel a hangulattal várják a barátnőt, hogy megérkezik-e vagy sem. Megérkezik, és akkor itt indul a bonyodalom tulajdonképpen, hogy elmondja ő is, hogy mi történt vele, hogy válik a férjével, óriási dráma van, tragédia, teljes lelki mélypont. És aztán a barátnő, akinek a lakásában van folyik a társasjáték a barátnőkkel, ő azt felajánlja, hogy költözzen oda egy időre, és akkor aztán majd kialakulnak a dolgok. Na hát, és akkor ez az együttélés mindenféle problémát és konfliktust szül a személyiségük, ellentétes személyiségükből adódóan, és hát erről szól az előadás, hogy tulajdonképpen akkor hogyan is alakul ez az együttélés, ez a baráti kapcsolat, ez a milyen problémák kerülnek a felszínre, milyen esetleg rossz tulajdonságokkal érdemes szembenézni, tükröt tartani egymás felé, mert mind a kettőjüknek van miben esetleg változni. Szóval igazából erről szól az előadás is, tele humorral, és vidám előadás, ez tulajdonképpen ez egy vígjáték. Mit lehet elmondani az ön karakteréről? Mennyire áll közel önhöz a karakternek a személyisége? Hát tele női tulajdonságokkal egyébként, ami inkább a nőkre jellemző, az a férfi változatnál nagyobb humorforrást is jelent esetleg, mint ennél a női változatnál. Ez a nő, a Florence-nak hívják, rendmániás, tisztaságmániás, folyamatosan pakol, rendet tesz, megszervezi az életét a másiknak is, főz, de nagyon, tehát hogy szélsőségekig túlzásban menően, és a másik barátnő személyisége, ez ennek pont az ellentéte. És hát ebből adódik tulajdonképpen a rendszeres konfliktus és ütközés. Ezért, hogyha jól tudom, akkor a többi női szereplő, a többi női barát is azért kicsit megkavarja még a szálakat, illetve hát kettő férfi is beszáll majd ott a végére. Igen, érkezik két mexikói szomszéd, a barátnőnek a szomszédai,
szeretne társaságot, társasági életet, a társaságban való működést vagy életét szeretné folytatni, nem bezárkózni a lakásba minden este, és akkor ő megszervezi, hogy találkozzanak ezzel a két mexikói szomszéddal, és akkor ez még hab a tortán, és ez még bonyolítja az eseményeket, de ezzel kapcsolatban többet inkább nem árulnék el, mert az már szerintem sok lenne. Mit lehet elmondani a közös munkáról az alaphétköznapokban is? Jó barátnők itt, akik most fent lesznek a színpadon? Hál' Istennek olyan társulatban vagyunk, ami igazából ez ilyen családias kis közösség, úgyhogy a munka az jó hangulatban folyt, és jó hangulatban telt, és az előadások előtti készülődés is mindig jó hangulatban telik, meg a szünetben két felvonás közti együttlét, szóval abszolút, tehát erről csak jót és pozitívat tudok elmondani. És ez szerintem érződik is az előadáson. Ami talán fontos, hogy azért a hétköznapokban is ismerjék egymást a színészek, és tudják egymás rezdüléseit is akár a színpadon már. Igen, természetesen fontos, persze. Egy szemvillanásból is tudjuk, hogy esetleg valami olyasmi történt a jelenetben, ami nem volt várható esemény, akkor azt a néző észrevétele nélkül az kiigazítható, mert érezzük egymást, igen. De egyedül annyi barátod van, akik lehet később este 11-kor hazamennek. Jaj, Florence, ne kéresd magad, mondd azt, hogy kösz, elmondd, vagy együtt is akarsz. A Szentesi Művelődési Központ Tokásli galériájában rendezték meg a Kecskemétről érkező Szitár Éva festőművész képeiből készült Festett szavak című könyvének bemutatóját. Szitár Éva egy szomorú családi eseményt követően 50 éves kora után kezdett el a festészettel foglalkozni. Kezdetben akrillal dolgozott, majd ezt követte a grafika, végül a pasztelkrétánál kötött ki. A kiállított képeihez születtek meg a versek, amelyeket a nézők írtak egy-egy alkotás láttán. Szitár Éva ezeket összegyűjtötte, majd egy könyvben ki is adta. A bemutatón Lova Zsuzsanna, Erdődi Maja, dr. Rimainé Rockó Zsuzsanna, Sallai Gyula és Lénát Anna válogatott, majd olvastak fel a versekből. Várja a virág. Anya mesél, amíg hazaér, arról, hogy elindult és mendegél. Nem tartja vissza fontos dolgozás. A dolgozás fejezze be más. Anya mesélt, hogy úgy siet, mint óriás, ki átlépi a vizet. A vizet, a nagy óperenciást. Nagyi mesélte ezt és annyi más. Anya, tudom, hogy autóval suhan, vagy dugóban tülkös, mormog nagy búsan, míg a városon kocsi kígyó nyújtózik át. Anyu, én csendben várom apát. Ugye nem először történik már ez az esemény, hasonló esemény ebben a helyiségben. Mi adta az apropóját most ennek? Hát, Festett szavak című könyvnek lesz, amit tavaly került kiadásra. Ennek lesz a könyv bemutatója a kiállítás zárásaként. Tulajdonképpen az a kiállítás, amit itt láthatunk, ugye ennek a könyvnek a története? Igazából nem. Itt is nagyon sok festmény, 44 festmény van ebbe a könyvbe, és 22 költő, író, prózája, verse található meg, amit két összegyűjtöttem. Azokból a versekből, amiket az én képeimhez írtak, és annak nagy része itt van, de nem mindegyik kép van itt. Úgyhogy az én képeimre írtak. Én képeimhez írták. Voltak olyan aranyosak, hogy megtetszett nekik az a festmény, és megihlette őket, és akkor vagy verset, vagy valami prózát, vagy valami hasonlót, és ők el szokták küldeni, meg mindig meg szoktam osztani minden képemet, amikor elkészül, megosztom a közösségi oldalon, mondhatom ugye a Facebookon, és akkor oda a
vagy ismerős, vagy van olyan, aki egyáltalán nem is volt ismerős, külföldi, például arab, meg Angliából. Megtetszik a kép, és akkor ír hozzá egy verset, azt én nekem elküldi, azzal a képpel együtt megosszuk, és én ezeket gyűjtögettem össze, ami durván három év alatt gyűlt össze, azért, hogy ne vesszenek el. Mert egy... Hát azért most meglepődtem, hogy arab is van, és ez hogy lesz ez lefordítva? Gondolom, a Google segít benne. Persze. Hát, aki nem tud arabul, köztük én se, az a Google fordítót veszi kézbe, és ezzel próbálja, hát amennyire le lehet fordítani. De azért úgy nagyjából érthető a szöveg. Szakmai hozzászólások is vannak, vagy csak érzelmiek? Vannak. Rólam is voltak kedvesek írni véleményt. Sőt, én is írtam bele egy novellát. Én novellám is benne található. Van előszót a dr. Dobré Noha Angéla írta, nehezen tudom kimondani a nevét. Ő egy irodalmár, meg könyvtárban dolgozik, már nagyon hosszú ideje. Illetve meg kell nézni. Mennyire találkoznak ezek a gondolatok magakkal, a festvényekkel, vagy esetleg az alkotónak a gondolatvilágával? Hát ugye ahányan vagyunk, annyiféle érzelmet tudunk produkálni egy-egy képre, és ők a saját érzéseiket, amiket kiváltott ez a kép, azokat fogalmazták meg, és versbe elküldték a képhez, hogy teljesen passzolnak hozzájuk, teljesen úgy érzem legalábbis, hogy nagyon találóak a versek. Ugye amikor is beszélgettünk már, hogy rengeteg portré készült. Melyek azok a témák, amikhez többen írnak? Már képekhez, hogy többen írnak? Főleg a portrékhoz írják. Ismerős vagy ismeretlen portrékhoz? Teljesen mindegy. Inkább... hogy is mondjam, ők azt az érzelmet, amit az sugároz. Például van itt ez a képem, ez a Várni hiába, ez nagyon sok embert megfogott. Ehhez több vers is található a könyvben. De ez változó. Amikor éppen megnézte azt a képet, és ő szeretné elmondani azt, hogy őt ez most nagyon megfogta, vagy emlékeztette egy régi, nagyon jelentős dologra, ami az életében történt, és ezt ő neki le kellett írni és elküldi. Ó, de milyen szép vagy, mondta a madárka, és meglegyintette a szárnyát. Gondolod? Felelte a másik, és mint aki további dicséretre vár, félrehajtotta a nyakát. Igen, gondolom. És a szárnyaid is szépen ívelő, elős szárnyak. Nem gondolod, hogy túl sok rajtuk a díszítés? Kérdezett a másik, még mindig illegetve magát. Egyáltalán nem. Fejtette ki véleményét a madárka. Azt gondolom, tette hozzá, hogy ezekkel a szárnyakkal a nap felé fogsz repülni, mindent látni fogsz, érteni és érezni. Nagyon jó lesz neked. Hát talán igazad van, felelte a másik, majd szélesre nyújtotta a szárnyát. Ebben a pillanatban két bumforti piros gumicsizma lépett a pocsolyába. A madárka riadtan repült a magasba. Visszanézett. A tél közepén apró gyermekek rugdosták egymásra a betonba megült esővizeket, színes csizmáikat nem kivélve. Érdekes, gondolta a madárka, és boldogan repült mintás szárnyaival a nap felé. Ugye én a múltkor is megnéztem a képeket, engem például a Jagger vagy, hogyha a jól látom, a Queen-nek az énekese is itt van, hát nekem inkább ő hozzáfűznek remények vagy emlékek, de nekem eszembe se jutott, hogy erről én egy verset írjak. Igen, pedig mind a kettőhöz van éppen, mind a kettőhöz, a Mick Jaggerhez is, az is már egy régebbi képem. Aztán, akiket igazából sztárnak nevezünk, ő hozzájuk is. Azért például a Freddie Mercury
kép is, rengeteg ember van ugye, akit a Queen nagyon erősen zeneileg megfogott, és még most is a markában tart, és akkor biztos, hogy vannak olyan élményeik, amik szeretnének megosztani. És ennek örülök, mert én is, nekem is nagyon nagy kedvencem, és szembesülök vele, hogy más is még nem felejtette el ezeket a emlékeit, és elmondja. Legközelebb melyik művészeti ágban találkozunk? Szerintem a festményekkel, azzal fogok, az mellett maradok, ott tettem le a voksomat, azt szeretném még nagyon tovább fejleszteni. Vannak esetleg új témák is már? Hogyne, persze. Én állandóan fényképezek, meg állandóan gyűjtöm az anyagot, hogy mi az, amit szeretnék megfesteni, és amikor időm van én, akkor azt előveszem, és hogyha ha csak lehet, akkor... Most például azon dolgozunk egy verszi írónővel, aki időközben barátnőm lett, hogy pontosan ezekből a sztár képekből, amik már eleve megvannak, ő azokhoz már mindegyikhez megírta az ő kis kommentjét, vagy verset, vagy valami nagyon érdekes dolgot, ami az életébe történt, azt ő összegyűjtötte, komoly munkát fektetett bele, hogy utána nézett, és utána járt a dolgoknak, és ő ezt szépen leírta egy másfél oldalba, és ebből fogunk egy könyvet összeállítani, illetve ő is javasolt egy párat, például a más szegény második Erzsébet királynőt, aki ott náluk, meg szerintem az egész világon nagyon-nagyon kedvelt nagy személyiség volt szegény, Isten nyugosztalja. Őt javasolta, hogy fessen meg, de ez még áprilisban festettem ezt a képet, és rettenetesen tetszett neki, úgyhogy ehhez is gyűjti az anyagot, meg én is azokat, akiket nagyon szeretek, képeket. A Szentes Városi Könyvtárban a Kródi Gyula Baráti Kör és a Szentes Csongrád Rotary Klub előadásában Alex Mihailides néma tanú és Szabó Dezső Feltámadás Kukucskán című művekből hallhatott felolvasóestet a közönség. A Néma tanú című regényben a krimi eszközeivel egy családi drámát dolgozott fel az író, melyben többször is váratlan fordulatok történnek, mielőtt kiderül, hogy a regény egyik főszereplője miért is volt néma. A Feltámadás Kukucskán műben egy elképzelt zalai faluban elhelyezett történetben időnként egy groteszk humorba átcsapó cselekmény során a sírból kimászó holtak és az élő emberek az elképzelt párbeszédek során sokszor a mai politikai életre is áthallásos problémákon tesznek fel kérdéseket egymásnak. Engem Theo Fábernek hívnak, 42 éves vagyok és pszichoterapeuta. Most jöttem ide, amíg az is az életem része, hogy fiatal koromban öngyilkos akartam lenni, paracetamollal, de nem sikerült. Aztán egy lélekgyógyász helyre tett, oly annyira, hogy én is ezt a pályát választottam, de tudom, hogy ez nem magos torta. Londonból jöttem ebbe a kis intézetbe. Hogy miért? Valami belső kényszer hozott ide a Grove-ba. Tudom, hogy az igazgató a csoportterápia híve, köszönöm, hogy mégis eljött egyedül a rendelőmbe. Megpróbáltam röviden bemutatni magam, persze tudom, hogy még így is előnyben vagyok önnel szemben, mert többet tudok magáról. Festészetének nagy rajongója vagyok. Tudja mit? Üljünk így csendben egy darabig. Amit nyáron én olvastam, vagy olvasgattam, abból csináltunk egy kis estét, abból szeretném továbbadni, hogy nekem ez tetszett, hát ha tetszik a közönségnek is, mert azért hozzá kell tenni, hogy jó, megpróbáljuk kereken bemutatni a darabot, de azért arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy ha tetszik, akkor olvassa el. Hát maradjon neki még élni. Maradjon, persze, maradj. Nem lőjük le az összes poént, ha szabad ezt mondani, hanem csak egy kevcsinálót akarunk ezzel a kis műsorral. Ami az egyik érdekesség, az egy
amerikai, félig amerikai szerző, Cipruson született Alex Michalidész, görög-amerikai szülőknek a gyereke, Oxfordba végzett dramaturg, író, és ami, ez még ugye nem sok mindent mond, viszont ami szembe ötlött nekem, hogy a bestseller listát, tehát a népszerűségi listát két hónapon keresztül a Néma Tanú című könyve vitte, mondom, hát mi ez a Néma Tanú, és akkor ezt olvasgattam a nyáron. Hát olvasgattam úgy, hogy egy nap alatt el lehet olvasni, tehát azért a kriminél az a gond, hogy az ember elkezdi olvasni, akkor egyfolytában olvassa, nem teszi le. Úgyhogy átolvastam, és akkor úgy gondoltam, hogy ezt a krimit megpróbáljuk felolvasó est formájába előadni. Nem biztos, hogy sikerült, kis félsz van bennem, hogy átjön-e az a fordulat, az a feszültség, megjelenik-e a nézőkön. Úgyhogy ez most egy kísérlet is, hogy egyáltalán a krimit hogy lehet így felolvasóestként közreadni, hogy élvezhető is legyen, meg magával ragadja, és figyeljék, hogy na, ki is a idézőjelben a gyilkos, mert nincs benne gyilkos. Én azt szerettem volna, hogy megkérdezni, hogy mennyire fordulatos ez. Tehát ugye az igazi nagy krimiírók azok mindig csavargatnak közben, hogy az ember elképzel valamit maga előtt, aztán jön egy váratlan fordulat. Itt is van? Abszolút, abszolút. Egész a könyv végéig nem lehet tudni, hogy is van ez az egész történet. Két szereplő vonalon, vagy talán így lehet mondani, két családi vonalon fut a történet, a darab, és a végén összefésülődik a kettő, kiderül, hogy ezek mégiscsak valahogy összetartoznak, de hogy hogyan, hát az majd most kiderül. Korszakban mit jelent? Ez a korszak napjaink, ez abszolút egy kortárs regény, tehát ez teljesen a napjaink története, itt időben is mostani időszak. És hogyha most úgy nézzük, hogy életvitelszerűen szegények, gazdagok, mágnások, egyszerű emberek, lehet úgy mondani, hogy egyszerű emberek, mégpedig idegi problémákkal küszködő emberek. És emiatt gondoltam azt, hogy érdemes elmondani, vagy érdemes bemutatni, mert rengeteg idegbetegséggel küszködő honfitársunk, meg egész világon levő embertársunk van, akik, ha nem is ilyen, de hasonló problémával küszködnek, hiszen itt is a főszereplő egy pszichoterapeuta, aki voltak éppen egy lélekkurkász, úgy is mondják, vagy úgy is írják le többször a regénybe. Tehát ezzel a lélektani problémákkal küzdik maga a könyv. De ilyenkor az ember a saját gondolatait bele tudja építeni, vagy egyáltalán az író készteti az olvasót arra, hogy egy kicsit gondolkod? A gondolkodása mindenképpen. Arra mindig nagyon vigyázok, bármilyen darabnak is a bemutatóját hozzuk ide, hogy nem akarom megmásítani a darabot. Tehát én a saját véleményemet, saját gondolataimat nem teszem bele. Teljesen az író szellemisége jön át, semmiféle változtatás ebből a szempontból nincsen. Feltámadtak a halottak. Mit mondasz? Nem bolond gombát ettél? Dehogy! Akkor pálinkával itattak. Dehogy! Disznókat őriztem a temető mellett, és elkezd hullámozni a föld, és a sírokból jönnek ki a halottak. Persze, persze, hát húsvét van, meg feltámadás, de ez Urunkról, a Jézusról szól. Na, erígy haza, megsütött a nap, aludd ki magad, kérlek. Nézzék, ott jönnek az úton. Na csak, 8-as sorokba jön egy csomó ember. Álljatok meg, kik vagytok? Hát, nem ismersz meg. Én voltam az elődöd. Tényleg, te vagy az bíró uram. Én, hát. És nézd meg, jó? Ejha, hát ez nem lehet igaz. Nem igaz. És én visszaveszem a helyem a plébánián. Te meg káplánkodhatsz ismét. Én Kömény András, Makocska hites bírája. Azt mondom, hogy egy lépésre tovább. Van pofátok föltámadni és elrontani a húsvétunkat? Hát keresztény anya szűnt benneteket? Na, atyám fiai, mielőtt még egymásnak estek, üljünk le, mi, vezetők, és tárgyaljuk.
Van másik darab is, mert azért a Szabó Dezsőről egy gondolatot azért mindenféleképpen szeretnék mondani. A feltámadás Makucskán, ugye Szabó Dezső sokáig be volt tiltva, vagy nem is betiltva, de nem szerettük. Tűrt kategória? Tessék? A tűrt kategória? Igen, a tűrtnek is inkább a tiltott oldalához tartozott. Ráfogták, hogy náci, fajvédő, stb. Na most, ha valaki, akkor ő aztán utálta Hitler, tehát nem is akárhogyan, meg a németeket ki nem állta. Ő a tipikus a magyarság párti volt. És a magyarságnak azt az úgynevezett harmadik utas változatát, amit Németh László, Móricz Zsigmond vonala mutatott be, ő azon az úton szeretett volna járni, és azt mondja, hogy a magyarság megújulását voltak éppen a parasztságon keresztül tudjuk elérni. Ő a paraszti gondolkodást, a paraszti hagyományokat nagyon fontosnak tartotta, a magyarság megtartása véget. Mert azt mondja, azok az ősi módszerek, család elképzelések, szokások, ezek mind a családon keresztül jutottak tovább, és adta az egyik generáció át a másiknak, és hogyha ez megszakad, akkor belekerülünk egy légüres térbe, gyökértelenné válunk, és az erősebb államok, ő így fogalmaz, az erősebb államok ránk telepszenek, és oda a magyarság. Tehát egy kifejezetten magyarság tudatos íróról van szó, független attól, hogy hát nem egy egyszerű ember volt, tanárember lévén, vagy 10 gimnáziumban tanított, mert mindenhonnan kirúgták, vagy ő ment el, szóval egy problémás illetőről van szó, de a feszegeti, azokat a témákat feszegeti, amelyek tényleg a megmaradásunk érdekében nagyon fontosak, amin érdemes elgondolkodni, vagy tovább gondolkodni. Ez egy ember sorsán, családján keresztül mutatódik be? A feltámadás Makucskán, ez egy inkább talán színdarabnak mondanám, mint regénynek. Egy humoros történet. Voltak éppen azt lehet mondani, hogy egy kóbor feltámadásról szól, hogy húsvétkor Makucskán, ami egy kitalált falu valahol Zalába, a temetőből föl támadnak a halottak, és elmennek a faluba, és ebből bizonyos konfliktusok származnak. Ami az érdekes és jó benne, hogy a rendezők itt szabad kezet kapnak, vagy szabad kezet engednek maguknak, ha szabad ezt így mondani, és különböző embereket építenek föl, akik egymással vitatkoznak a feltámadt az élővel, és fordítva, és akkor egymáson kérik számon az esetleges tartozásukat, sérelmeket, és itt tovább, és itt tovább. Egy kicsit, de olyan szép most attól. Na, hát akkor üljenek le, töltök egy kis bort, meg felteszem a halat sütni. Érdemes ilyenkor halad sütni, alig van valaki. Most csak maguknak sütök. Ó, köszönjük, régóta itt? Igen, itt születtem. Ebben a házban? Nem, arra fönt az erdőben, de nézzék, kész is a hal. Jó étvágyat. Nagyon finom. No hát akkor ígyunk is, hát a hal az úszni akar. Köszönöm, én nem. Hát, én egy fél pohárkával elfogadom. Szeret itt élni? Itt kell élnem. Hát hogy kell? Mindenkinek megvan a maga sorsa. Lassan, mennünk kellene. Jó, hát maradjanak még. Én sokáig fent vagyok. Rosszul alszom. Hát, hiába. Az öregség tudják. Na, jó, akkor fizetnénk. Hogy képzeli? Hát a vendégeim voltak. Akkor köszönjük. Na hát jöjjenek legközelebb is. Sőt, ugye ott laknak abban a kis faházban, a fenyőfás sarkon. Vihetek majd oda is halat, ha elfogadják. Nem, köszönjük. Már mondtam, mi nem főzünk. No, kikísérem magukat. Ó, ez az ősz. Ez a sok avar. Na jó ét!
Kedves nézőink, most értünk kulturális magazinunk a Paletta végére. Hasonló témájú kis filmekkel legközelebb egy hét múlva várom szerdán önöket. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Ha valamelyik műsorelemünket elszalasztották, akkor azt minden páratlan órában pótolhatják, hiszen ismétléseink akkor indulnak. A Facebookon viszont időkorlát nélkül megtalálják kis filmjeinket. Köszönjük mára még egyszer megtisztelő figyelmüket. Szép napot, szép estét kívánok. A viszontlátásra.